A Magyar Köztársaság kormánya képviseletében dr. Bölnert Bár infrastruktúrális területért felelős államtitkár urat, Tunyinél dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőasszony, dr. Mosonci László urat, a MÁV ZRT infrastruktúra általános vezérigazgató helyettesét, Kozák Tamás urat, a MÁV Start ZRT vezérigazgatóját, Márton Ferenc urat, a MÁV Frakció ZRT vezérigazgató helyettesét, Popovics György urat, a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnökét, Simon Géza urat, megyei önkormányzat alelnökét. Az 5. számú vasútvonal melletti települések önkormányzatainak képviseletében megjelenteket, és a Kisbéri kistérség önkormányzatainak megjelent képviselőit. Kérem, engedjék meg, hogy röviden ismertessem az ünnepi megemlékezés Kisbéri programját. A vasútállomáson emléktábla avatására és koszorúzására került sor. Ezt követően szeretettel várjuk vendégeinket, a Nosztalgia járat utazó közönségét, és minden jelenlévő megemlékezőt a Vasalberg Művelődési Központba szervezett az 5. számú vonal szükségességéről és jövőjéről szóló fórumra. A fórum helyszínére a vasútállomás mellett parkoló elektromos kisautókkal, a Kisbéri Önkormányzat kisbuszával, saját gépjárművel, illetve gyalogossal lehet eljutni körülbelül 10 perces sétával. Alternatív programként a fórum ideje alatt megtekinthető a közelmúltban felújított és átadott kiskastély, illetve az épületében található helytörténeti múzeum tárlatvezetéssel. A fórum után körülbelül 11 óra 45 perc és 11 óra 59 perc között visszaindulásra vasútállomásra, majd a Nosztalgia vonat indulása Komárom felé. Kisbérváros önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazon személyek, vállalkozások, önkormányzatok részére, akik erkölcsileg és anyagilag is támogatták a 150 éves 5. számú vasútvonal megünneplésére irányuló kezdeményezést. Kisbérváros önkormányzata kezdeményezését támogatva a Szuhavölgyi Vakony Vasút Szövetség, valamint a MÁV ZRT főszervezőként aktívan közreműködött a jeles esemény tiszteletére szervezett ünnepség megszervezésében, a Nosztalgia járat indításában. Támogatóink: Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata, Komárom város önkormányzata, Falkon Audit Kft., Komárom-Esztergom megyei közgyűlés, Bakony-Sárkány község önkormányzata, Nagy Igmán nagyközség önkormányzata, Mór város önkormányzata, Bábolna város önkormányzata, MÁV Trakció ZRT, MÁV Nosztalgia Kft. Minden támogatónak, közreműködőnek köszönet a példás összefogásért. Kisbérváros önkormányzata köszönetét fejezi ki az emléktábla készítőjének, Danka József főfaragómesternek, valamint a közel 2 évtizede Kisbér és kistérségében gyártott elektromos kisautók rendelkezésre bocsátóinak. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt.